Napközt vendége Juhász Péter, a Milla tüntetés szervezője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Kérdezőtársaim pedig Pindrok Tamás és Szirmai Dávid, bocsánat, jó reggelt kívánok! A tüntetésre készülődve azért itt vannak mindenféle hozzászólások. Például a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár azt mondta, hogy szerint az ellenzék és a holdudvara gyűlölködő csetepatét kíván csinálni március 15-én. Ezt akarnak? Természetesen nem. A kormányzati kommunikációra felelős helyettes államtitkár szerintem ezzel tisztában, mert találkoztunk személyesen, amikor lemondott a tüntetés javára a Kim, ugye, ami direkt előre befoglalta, tehát tulajdonképpen úgy néz ki most a helyzet, hogy a kormányzat válogat, hogy mely tüntetésekhez járul hozzá, úgymond melyhez nem. Én azt gondolom, hogy ez a riogatás része, ami zajlik a központi kommunikáció részéről, próbálják elriasztani az embereket minden módon, és úgy beállítani, mintha Magyarország állampolgárai, akik pártoktól függetlenek, és nem tetszik nekik a jelenlegi kormányzati politika, azok bármi rosszat akarnának az országnak. Mi jót akarunk az országnak, azt szeretnénk, hogy a mások véleménye is eljusson az emberekhez, azt szeretnénk, hogy a kormányzat odafigyelne azon civil emberek hangjára, akik egyébként pártoktól függetlenül tenni szeretnének az ország jobbításáért. Én ezt egy kommunikációs fogásnak tartom, másnak nem. Dob nem milyen módon tud tenni az önök véleménye szerint ezért? Hát valószínűleg én azt gondolom, hogy hatékonyabban... Önök fő arca most per pillanat. Nem a fő arcunk, hogy egy alternatív köztársasági elnök. Azt hiszem elég fontos poszt az. Én is azt gondolom, hát beszéljünk akkor Schmidt párról, az is egy elég fontos poszt. Én beszéljünk Dobmerről fogok beszélni, és Schmidt már kapcsán, mert az ő alternatíváját választottuk meg. Ha megnézzük Schmidt pár mutatóit, hogy hány törvényt küldött vissza, nullát, hogy hány törvényt küldött vissza, meggondolásra a parlament, ez nullát. És a Megyünk című dallal, mondjuk egyetértenek, hogy jobbat fog nyújtani Dobmer, nem lesz nehéz dolga. Egyetértenek, például Megyünk lopni, ez egy Dobmer szám. Mondom még egyszer. Ennek a mondani valójával azt, amit Dobmer sugároz. Ő szerintem teljesen érthető, hogy miért csinálja, ez egyértelmű, de hogy ráépül erre a szervezetre, ezzel önöket nem húzza inkább vissza? Az ő szempontjából biztos jó. Hadd válaszoljak. Tehát, ha Megyünk lopni, az Dobmernek egy száma, amit rappel. Schmidt Pál plágium botránya az nem egy szám, és nem a művészeti teljesítménye, ugyanazt a tevékenységet végezte. Nálunk Dobmer ezt előbb megtette, és az emberek így választották meg alternatív köztársaságoknak. De hogy? Schmidt Párról ezt nem lehetett tudni, hogy ezt választották. Ez is egy geg egyébként. Ez akkor, egy geg. Geg, akkor érteni vélem. Akkor egyébként, megoldás. Ha geg, akkor önöket nem lehet komolyan venni. Önök egy, nem, egy viccelődő társaság, aki egyébként úgy tűnt, hogy magasztosabb célek, akkor, hogyha ezt elviccelik, akkor ott más irányt vesz a történet. Na, ez a szomorú, látják, tehát, hogy ha azt gondoljuk, hogy az ember egyféle lehet, egy csoport egyféle lehet, mi olyan civil társaság vagyunk, ami nagyon sokféle emberből áll, ezért megengedjük magunknak azt a luxust, hogy van, amikor komolyan beszélünk, van, amikor viccelünk. Van, amikor nagyon fontos üzenetet juttatunk el emberekhez, van, amikor ezt bulváros módon tesszük, ahogy egyébként ezt a médiában is szokták. Dobmer ennek felel meg, ennek az elvárásnak, hogy elkerüljünk azokhoz az emberekhez, akik kevéssé foglalkoztak eddig a politikával, őket is meg kell valamilyen módon szólítani, őket nyilván Dobmer tudja jobban megszólítani. Itt az M1 híradójában másfél év alatt, vagy a híradójában, egyáltalán a közszolgálati médiában másfél év alatt egyszer sem jelent meg a legnagyobb magyar pártoktól független civil mozgalom, a Milla, semmilyen képviselő, semmikor, hadd mondjam végig. Volt egy nagyon fontos konferencián két héttel ezelőtt, ami arról szólt, hogy hogyan lehet kilábalni ebből az időszakból, azzal kezdődött, és arról szólt ez a konferencia, az elmúlt 22 évben hol hibáztuk el, és miket engedtünk túl a Gyurcsány kormánynak, az előtte levő kormányoknak, hogyan központosította a mindenkori hatalom a saját magát. Erről valahogy nem számoltak be maguk, de számon kérhetném, hogy miért Dobmerről beszélünk most, ha ez nem annyira fontos, miért nem a fontos dolgokról. És a fontos dolgokról is beszélhetnénk, de minden egyes politikával kapcsolatban, ön most a politikával kapcsolatban bekerült a köztudatba, és ezekben a székekben minden egyes ember azt mondja, hogy de miért nem arról beszélünk, hogy? Ez egy ilyen, aki közel kerül a politikához, az úgy tűnik, hogy ragályos. Én úgy gondolom, hogy azért kérdezzük önt a Dobmerről, és azért nem arról, hogy mikor, hány percet kaptak melyik televízióban, mert egy komolynak tűnő mozgalomnál megtörtént egy olyan eset, ami minimum megkökkentő, és erre várnánk magyarázatot, világos, hogy egy, ez egy komolynak tekintett mozgalom. Hogy a
Most hadd beszéljek én, mert nagyon kevés időnk van. Ha ez egy komolynak tekintett mozgalom, akkor azt gondolom, hogy másfél év alatt már kellett volna foglalkozni ezzel a mozgalommal. Nem foglalkozott a közszolgálati média egyáltalán ezzel, tehát ezt a szerkesztőknek kellene jelentni. Nem, hogy egyáltalán nem foglalkozott. Én ezt kijelentem, és határozottan állítom, mert soha senki nem volt benne a Milla részéről a közszolgálati média egyik szegmensében sem, se a Kossuth Rádióban, se az MTV-ben, se a Duna TV-ben, soha senki. Én azt gondolom, hogy ez nem megengedhető egy közszolgálati médiánál, és pláne, hogy utána számon kérnek úgy, hogy másfél év után arról kérdezünk, hogy mi dopmen, hogy mi miért erről beszélünk. De lehet arról is beszélni, hogy miért 1 millióan a magyar sajtószabadságért, 100 000-en vannak a Facebookon, ami egy virtuális közeg egyébként, tehát már a névadással lehet vitatkozni. Magyar sajtószabadságért, ugye ma, önök a médiatörvény miatt alakultak meg. Mondjon egyetlen példát arra, hogy politikai véleménynyilvánítás miatt Magyarországon a médiatörvény hatályba lépése után kit, hol, miért ért retorzió Magyarországon? Mert én nem tudok speciál egyet sem, az előző korszakból viszont tudok. A sajtószabadság nem csak retorzióról szól, hanem például arról a fajta elhallgatásról, és amikor nem jelennek meg vélemények, például az előbb említett közszolgálati médiumban. Most vagyok itt, másfél év óta először, én egyetlen szereplő vagyok ebből a körből, soha senki nem volt itt, tehát hogy ez például a médiaszabályozás egyik tétje. Azt gondolom, hogy az a fajta öncenzúra, ami működik a médiában, megint csak utalnék erre, de ez nagyon sokféle médiumban tetten érhető. Jó, hogy nekünk mondja ezt, nem? Hát maguk vannak itt, ne haragudjanak, én bárkivel leülök, csak én nem találkozom ezzel. Szóljanak máskor. Hallom önöktől ezt, hogy öncenzúra, de hát... Értem, tehát nem látta azt, amikor Lomnici Zoltán kitakarták az arcát, erről nem hallott egyáltalán, gondolom. Ezek a hírek elmaradnak teljesen. Mi öncenzúra ebben? Ezt most komolyan kérdezi? Hát komolyan, mert ez nem öncenzúra. Mi az öncenzúra abban, hogy a legfelsőbb bíróság volt elnökét, kitakarják egy blőrözött izét, tudsz, ez mi az öncenzúra? De egyébként azt kérdeztem, hogy valamilyen politikai retorzió érte újságírót, politikust, véleményalkotót a véleményért az elmúlt másfél évben? Én nem tudok róla, hogy konkrétan és egyenes következményként ez a dolog megtörtént akkor volna. Jó. Nem ettől szabad a média, vagy nem szabad. Hanem a hiányt jön. Sokkal nehezebb bizonyítani és igazolni, amikor valami hiányzik, mint a meglétét. Ez a fajta öncenzúra viszont működik, vita. Ez nem filozofikus de. Vita, hanem teljesen egyértelműen látszik az, hogy a médiában nem jelennek meg olyan vélemények, melyek a kormányzattal ellentétesek. Gondoljon a január 2-ai szintén az elmegy híradójára célzok. Most ezt komolyan mondom. Ahol az önök riportere kijött a tüntetésre, elment egy másik helyszínre, és egy üres képet mutatott. Ez az öncenzúra része. Ha azt állítja, hogy nem öncenzúra, akkor másik maradt, hogy utasításra tette. Két dolog. Utasításra tette, vagy öncenzúra volt maga szerint az, hogy a híradó munkatársa nem a tüntetést mutatja, hanem a üres képet. Egyszerűen ne kérdezzen, én a Magyar Hírlap főmunkatársa. Kérdezett tőlem, hogy mondjak olyan eseményt, amikor ez megjelent. A Milláról. Politikai retorziója. Mi lesz a 15-e után? Pártá alakulnak, mert ugye ez a fajta... Nem alakulunk pártá. A választásokon bármilyen nem indulunk módon. A választásokon. Semmi akkor mi értelme van a dolog? Először is március 15-e utánról beszélünk, március 15-e után, most először az a lényeg szerint, hogy március 15-én 3 órakor a szabad sajtóton lesz egy hatalmas tüntetés. A mi célunk végig is a civil társadalom erősítése pártoktól függetlenül. Világos. Nekünk nem ellenség az Orbán kormány, és ez nagyon fontos maguknak is tudnia, talán az Orbán kormánynak is fontos tudnia, mi egyszerűen kontroll szeretnénk gyakorolni a mindenkori hatalom felett, hogy ne léphesse túl azt a felhatalmazást, az állampolgárok az elmúlt 8 évben miért nem hallották a hangjukat? Nem hallott rólam az elmúlt 8 évben? Hát a drogügyben hallottam. A világos, a többi ügyben háttérben volt, ami rendkívül sok ügyet szerveztem. Gyurcsány Ferencnek egyébként az egyetlen kontaktunk az volt, amikor, bocsánat, hogy ilyet mondok, de a vizeletemet vittem el, mint egy jelzés értékes hatér. Elnézést, uraim, kifutottunk az időből. Kire szavazzanak? Az önök szimpatizálása. Nem tudjuk megmondani, hogy pont azokat az embereket akarjuk megszólítani, nem tudják jelen pillanatban, hogy kire szavazzanak. Én magam is ilyen vagyok, és az emberek 60%-a ma ilyen, aki nem tudja, hogy kire szavazzon. Jó, a velük való foglalkozás, ez az egyik legfontosabb. Köszönjük szépen, várjuk ide legközelebb is. Remélem, hogy így lesz.